A Bonyhádon működő Völgységi Múzeum területi múzeum. 1992 óta tájmúzeum, gyűjtőköre a néprajzot, a nemzetiségi néprajzot és a helytörténetet foglalja magába. Bár nincsen régészeti szakága, ennek ellenére az elmúlt évek építkezéseinek kapcsán olyan leletek kerültek elő, melyek nem maradhattak kiállítóhely nélkül. Látogassunk most körbe a gyűjteményben. Ez éppen a 2016. október 1-én felfedezett gótikus templomnak a belső terét imitálja, illetve hát egy hónappal a feltárás után már a külső rekonstrukció is elkészült. A várak, templomok, a középkori völgységben ez a teremnek a neve, tehát itt lényegében mondjuk azt, hogy a Árpád kortól a török korig terjedő időszak van megfogva, és a harmadik terület pedig a búcsújárulhelyek, tehát várak, templomok, búcsújárulhelyek. A régészek azt mondják a völgységre, hogy akárhol valaki ás valamit a kertjében, biztos, hogy talál valamit. Tehát a Dél-Tolna igen gazdag régészeti leletekben. Amikor a bonyhádiak egy új hidat és utat építettek a hatoshoz, akkor derült ki, hogy van itt egy gótikus templom, addig nem tudtunk róla. A gótikus könyvsarok veret, a szép aranyozott elem pedig az Óhegy, az Iváni Bencés apátság egyik relikviája. A pénzek, amiket látunk, pedig hát ilyenek lehettek. Akkor még a 16-os feltárásból nem kerültek elő pénzleletek, illetve előkerültek pénzleletek, csak nem lettek beleltározva. A numizmatikai gyűjteménybe emeltük ki azokat, amelyek itt a templom feltárásnál előfordulnak. Mezővárossal álló Bonyhádon például az ipar és a kereskedelem is jelentőssé vált. Végül is én úgy fogalmaztam, hogy egy új vaskor születik a 19. században, és ez a falvakban, kovácsműhelyben jelenítődik meg. A városias Bonyhádon pedig a vaskereskedők üzleteiben. Tehát egy új vaskor. A modern vaskor egy eléggé széles alapú kisiparra jellemezhető, és nagyon sokáig ez kisipari szinten is maradt a Völgységben, és csak a 19. században születik az első gyár. Ez ugye a Zománc gyár. Ezt meg egy nagy üzem azért a bánya, hiszen szenet fejtenek ugye a északkeleti mecseknek ugye az előterében, és utána pedig megszületik ugye a helyi marhatartás bőr anyagára a cipőipar, illetve a bőrfeldolgozás, mint ipar. Tehát ezek azok az iparágak, amelyek utána kiemelkednek ugye a kisipari szerkezetből. Egy grábolci kovács műhelyben vagyunk, egy Iflinger nevű német mesterember építette az épületet és működtette először a kovács műhelyt, és amikor ő elhagyta 1944-ben Grábolcot és Németországba menekült, akkor utána, 45 után került ide a délvidékről Müller János, aki utoljára dolgozott ebben a műhelyben. Itt 40 tárgyunk van, közel 400 tárgyat kaptunk annak idején Grábolcról. Bonyhádon a Percelek városában nem lehet olyan hely a múzeumban, ahol ne emlékeznének meg a közélet hazai bonyhádi kötődésű nagyjairól. Egy új állandó kiállításban az Apponyi családot próbáltuk itt most kiemelni. Ennek oka az volt, hogy rendelkezünk egy szalongarnitúrával, egy hagyatékból kaptuk meg hőgyészről, tehát egy reformkori szalon, ami az Apponyiaké és az egyetlen arisztokrata családé, és egy személyiséget is emeltünk ki, Apponyi Sándort, akinek nagyon fontos szerepe volt, hogy az Apponyiak olyan hát feladatokat vállaltak a magyar kultúrában, mint a Festeticsek vagy a Széchenyiek, tehát a Megyei Múzeum alapítására gondoljunk, vagy a bronzkori kultúra, a lengyeli kultúra feltárása, a gazdag könyvészeti anyag, ami Apponyi Sándornak köszönhető, és az OSK-ban egy külön gyűjtemény, vagy az, hogy képes volt hagyatékilag a lengyeli kastélyt ugye a Magyar Nemzeti Múzeumra hagyni. Most újítják fel ugye a kuriális házat, tehát Percelmó szülőházát, ahol nekünk korábban egy kis emlékszobánk volt Percelmóról, Vörös Martiról. Hát remélem, hogy lesz majd ott egy kis sarok, ahol esetleg ezt meg tudjuk jeleníteni, vagy egy olyan terem, ahol ezt meg tudjuk jeleníteni.
A zöldség számos népcsoportnak lakóhelye. Élnek itt székelyek, svábok, felvidékiek. Ennek megfelelően mindenki képviselteti magát a gyűjteményben. A 20. század közepéig terjedő időszak sajátos etnikai viszonyai, ugye ez a bizonyos 1945-47-es népességcserével alapvetően változtak. Továbbra is nemzetiségi vidék, tehát a svábság itt van, ha lélekszámban nem is meghatározó döntő, ahogyan 1941-ben így volt. Viszont új telepes csoportok jelentek meg, így legmarkánsabb arculattal a bukovinai széke és a felvidéki magyar népcsoport bír, és a színes etnikai kép így egészült ki, és hát ennek a megjelenítése, tehát a korábbinak és a mostaninak a megjelenítése az a mi küldetéstudatunk is, hiszen mindig törekszünk arra, hogy legyen német, székely, felvidéki vonatkozású időszaki, állandó kiállítás, program, stb. Lőrinc Aladárné Vilma, a közelmúltban elhunyt népművészet mestere, alkotásait láthatják, de hát itt van Lőrinc Imre bácsi házmodellje, székely házmodellje, székely ládát raktunk ki. Minden múzeumnak vannak olyan rejtett zugai, amit a látogatók soha nem látogathatnak, ám rengeteg érdekességet tartogatnak. Ilyen a padlás a Völgységi Múzeumban. Hát említettem ugye, hogy a Kovács műhelyben lévő 40 tárgy, a 400 tárgynak ugye a része. Hát itt vannak ugye a Kovács műhely apróbb tárgyai bedogozolva, és a kerámia gyűjteményünk, illetve a suszteráj a kaptafákkal, meg ami a mesterséghez kapcsolódó tárgyak, azok itt találhatóak. Szőcs Zoltán igazgató azt mondja, igen jelentős számban adnak ki kiadványokat, mert hogy az információ terjesztése fontos pillére a múzeumi munkának. Emellett időszakosan egy turisták tájékoztatásra is alkalmas iroda is működik a múzeumban, ahol minden információhoz hozzájuthatnak az érdeklődők.